Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 31-én. Az első kérdés az lenne, mi az ő gondolata? Mi foglalkoztatja őt, és mik a tervei? Ez a felső kártya mutat valamit, és megadja rá a választ. Itt láthatjuk az egész világot. Természetesen ez utalhat utazásokra is. Az egész világot megismerni. De ezzel a kártyával összefüggve, ahol itt a halálról van szó, és minden olyan halálosan csendes, és ez az egész világon, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem az utazás, ami őt foglalkoztatja, hanem inkább ez a koronavírus, ami az egész világon most mindenkit foglalkoztat, és ez áll mindenütt a középpontban. Ő ebben nem érzi jól magát. Viszont visszatérve az ő gondolataira, ez a kép mutatja az ő terveit. Neki van egy fogalma arról, hogy mit akar elérni, és azt még ebben az évben, vagy egy éven belül. Mert ezek a jelek itt a négy elemet szimbolizálják, a tüzet, a vizet, a földet és a levegőt, azon kívül mutatják a négy évszakot is, tavaszt, nyarat, őszt és télt, és ez annyit jelent, hogy ez a négy évszak mutatja az egy évet. Tehát egy éven belül szeretné a terveit megvalósítani. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt ez a halál jele szimbolikus. Nem hiszem, hogy itt halál esetről van szó. Természetesen történik ez is, hogy valaki most szomorú egy haláleset miatt, de ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése, mégpedig az, hogy ő valamit lezár az életében. Elbúcsúzik valamitől, vagy valakitől, és kezd egy új életet. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a lovas férfi mutatja a mozgást. De ez a férfi itt nagyon bizonytalan. Ő mindjárt leesik a lóról. Mit tart a kezében? Ez az arany érem jelenti az anyagiakat. Emellett még az ő munkahelyi viszonyát is, mert ez összefügg. De nem csak az anyagiakat, ahol ő nagyon bizonytalan, és ő ezt közli veletek, hanem ez a kártya mutat valami mást is, mégpedig az értékeket. Tehát ti értékesek vagytok a számára, vagy ez a szerelem neki nagyon fontos. És hogyan tovább, ezt mutatja a napi kártya egy út, és itt minden kivirágzik. Tehát ebből a helyzetből, ami most az egész világon így történik, van egy kiút. Ami az ő anyagi gondjait illeti, és azt mutatja is elég bizonytalanul a jelen pillanatban, annál is van egy kiút. Tehát itt minden kivirágzik. Mondhatnám azt is, amit ő most lezár, és kezd valami újat, az kivirágzik, az gyümölcsöt fog neki hozni. Vagy egy közös út,
És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!